Sziasztok, Szesztilinszki vagyok az Inside Star Citizen összefoglalóval. A műsor első felében a Stanton rendszer kisebb településeit láthatjuk. Az építésükkel jól haladtak, legutóbb, amikor beszámoltak róluk, még csak egy ilyen falu volt, azonban mára 15 teljesen felépített, berendezett, háttérinformációval rendelkező helyszínről beszélhetünk. Az építés egyik leghosszabb fázisa az volt, amikor a helyszínüket keresték, hogy az a kellő látványvilágot nyújtsa. Ha találtak az elvárásaiknak megfelelő helyszínt, akkor következett a település témájának és nevének meghatározása úgy, hogy az illeszkedjen a területhez, de ügyeltek arra is, hogy mindegyik ilyen falu egyedi legyen. A bemutatott települések közül az egyik egy tópartján van. A lehetséges háttértörténetben egy olyan személyről beszéltek, aki az erdőben egy kisebb hajóval leszállva vagy lezuhanva úgy döntött, hogy a tóparton felépít magának kisebb kabinokat, ahol pihenőhelyeket, műhelyeket alakít ki, valamint a tópartra még egy kis téget is felhúz, hogy ott egy nagyon nyugodt életet élhessen. Ez egy rendkívül kicsi település. A következő, amit megnézünk, a Cable City névre hallgat. A nevét a rengeteg kábelről kapta, amik az épületeket kötik össze a napelemekkel és a szélerőművekkel. A település egy kicsi, tóra néző domb tetején épült, emiatt meg akarták jeleníteni a nedvességet is, ami sárral, valamint a sárban feltűnő keréknyomokkal jár. A város arról árulkodik, hogy ott komoly munka, például egy közeli roncs szétszerelése folyt. A településekhez használt objektumkonténer exponenciálisan növekszik, ami a fejlesztők munkáját egyre gyorsabbá és hatékonyabbá teszi. A felépítéshez a már korábban többször látott Rastar eszközt használják, és ahogy építik a településeket, mindig kiderül valamiről, például kisebb utakról, hogy hiányoznak, így ezekkel az építés közben bővül az objektumkonténer. Ahogy bővülnek az eszközök, úgy lesz egyre könnyebb dolguk a legkisebb települések felépítésétől az igazán nagyokig, amik akár kisebb városok vagy erődök is lehetnek. Mostanra van olyan településük, ami teljesen meg van erődítve, másoknak lehet védelmi tornya, fala, kapuja. Ezeknek Mad Max hatása van, mivel bár nem elhagyatottak, de általában hajóalkatrészekből építik fel azokat, amelyek a vadidőjárásnak köszönhetően idővel elhasználódnak. De lehetnek olyan helyek, ahol egy bárt építettek fel, hogy ott kiszolgálják az átutazókat. A településeken lehetnek farmok és üvegházak is. Az utolsó falu, amit megnézünk, az erdő közepén található, és a beceneve az Evok falu. Ennél a településnél a környező fákat is felhasználták, egy kicsit természetesebb hatása van. A fák megjelennek a települést körbevevő falakon, vagy a szélmalmoknál, a település pedig a különféle termesztett növények, valamint az elburjánzott természetes növényzet veszi körül. Itt is találhatunk üvegházakat, amelyekkel a térre készülnek a telepesek. A falunak több része van, így más-más képet nyújt attól függően, hogy melyik irányból közelítünk. Az ilyen települések száma rohamosan nő, és a Rastarral olyan könnyű dolguk van, hogy az ezeken dolgozó csapat létszámát csökkenteni is tudták. A Discordon beszéltünk arról, hogy vajon miért csak roncsokból épített települések kerülnek be Stantonba, és arra jutottunk, hogy valószínűleg a rendszer bolygóit megvásárló cégek nem engednék normális települések építését, így azokkal továbbra is meg kell várnunk a Pyro rendszert. A most látott településekkel várhatóan a 3.20-as frissítésben találkozhatunk valamikor ősszel. Az epizód második felében a Misk hajógyártó egy belső márkájával, a Mirai-jal ismerkedhettünk meg. A Star Citizenben több hajógyártó is van, és nagyon fontos szerepet képviselnek, a hajók többségéről ránézésre meg lehet mondani, hogy azok melyik cég gyártósorairól gördültek le. Emellett arra is lehet következtetni, hogy a látott hajó milyen szerepet tölt be, mi a feladata. De térjünk vissza a Miskhez. A folyamat a Razorral kezdődött. A cég egyik vezetője a versenyzés megszállottja volt, így először megszületett a Daedalus, ami azonban nem hozta a várt eredményeket a Murray Cupon, ezért később elkészült a Razor is. Ezzel a hajóval már olyan szinten meg voltak elégedve, részben a hajónál használt Xian technológia miatt, hogy létrehoztak egy cégen belüli részleget, a Mirai-t, hogy a cég értékeit új területekre is átvezesse. De a Mirai nem csak a versenyzésre koncentrál, hanem egy katonai vonalat is visz, és ki tudja, hogy a jövőben hol áll meg. A Mirai megszületése azt is magában hordozza, hogy a korábbi MISZK hajók esetében megvizsgálják, hogy azok átkerüljenek az új részleg alá, vagy maradjanak a cég fősodrásában. A Razor mellett a Reliant szériánál merült fel, hogy csapatot váltson, azonban végül úgy döntöttek, hogy azok kellően ipariak ahhoz, hogy a MISZK logója alatt repüljenek tovább. A Mirai hajókkal kapcsolatban a jövőben arra kell készülnünk, hogy az emberi technológiába csempészett Xian technológiát továbbfejlesztik és a végletekig kihasználják.
És nem is kell nagyon sokáig várni arra, hogy ezt az irányt láthassuk, hiszen ebben a frissítésben találkozhatunk az új Mirai hajóval, a Furyval, ami egy ugróhajtómű nélküli parazitahajó, és hivatalosan az Invictus alatt fogják bemutatni. Ennyi fért a mai műsorban, találkozunk az univerzumban. Stilinski? Good job, Stilinski. Yes, good job, Stilinski.